Szép jó napot kívánok a legextrémebb Schwab-hét csillagvizsgálós bejelentkezésből. Ma délután tartottuk meg a legelső, vagy hát egyetlen próbáját a vasárnap esti Spacebontó előadásnak. Kíváncsi leszek, hogy bárki ilyenkor délután bejönne ide hozzánk. Édua volt a asszisztense, akivel eljátszottuk a próbát, aztán megkérdezte a legvégén, hogy figyelj Laci, megyünk egyet sétálni a körbe, hogy akkor beszéljünk arról, hogy a Spacebontó sorozatnak a utolsó előadása vasárnap este 8-kor a YouTube csatornánkon elővételben megváltott jegy birtokába, hát megnézhet. Aztán azt mondtam, hogy nem érdekel. Hát nyilván az ember két végén égeti a gyertyát, ha az életet kvázi élvezni kívánja. Úgyhogy miközben lejöttem levezetni magamból a feszültséget, amit a másfél órás kahúttal terhelt próba belém hozott, rájöttem, hogy tulajdonképpen miért csak mindig az intézet kertjéből jelentkezünk be, meg kupolából, meg távcsővel, miközben valójában itt az emberek dolgoznak. Tehát minden kedves érdeklődőnek fölhívom a figyelmét arra, hogy a Galaxis Uti Kalauz műsorunk Spacebontó külön száma most vasárnap a kozmológiai kérdésekkel fog foglalkozni. Sötét anyag, sötét energia, táguló világegyetem, izzadó csillagászok, és még inkább izzadó asszisztensek bűvkörében fog megtörténni. Az előadó én magam leszek, Kis László, aki erre az egy estére, tehát most vasárnap este 8-tól, ha úgy tetszik, megfigyelési kozmológussá kényszerűségből változom. Tehát lényegében azt fogjuk majd megnézni, hogy milyen megfigyelési bizonyítékai vannak a táguló világegyetemnek, hogy is nézett ki ennek a sztoria. Egy-két képletet is meg fogunk majd tulajdonképpen nézni. Szokásommal általában vett előadói szokásommal tökéletesen szembe menve, és majd valamikor a táguló univerzum után a sötét anyag és sötét energia kérdésén is a megfigyelő csillagász szempontjából fogom körbejárni azt a kérdést, hogy tényleg mikből is vagyunk, miből állunk, miből áll az univerzum, hogy kell ezt az egészet elképzelni. Ugye várjuk a rajzversenyünkre gyermekek rajz pályázatait, ugye ezeket majd meg fogjuk nézni az előadás végén, és hát kisorsolunk közöttük, ha jól emlékszem, egy belépőt a jövő heti Galaxis Uti Kalauz című műsorhoz. Ugye emlékeztetnék rá, aki követi a Facebook oldalunkat, az rossz ember nem lehet, hogy a Spacebontó, Észbontó sorozata az most március 14-én véget ér, a koronavírus karantén az nem enyhül, folytatjuk tovább a fizikai tér helyett az online térben a Schwab-hé csillagvizsgáló látogathatóságának a fönntartása. Ez valami bazi szédítő lehet, ez a fejét mozog jobbra-balra. Én legalábbis szédülök, hát elég csak hallgatni a fickót. Szóval a lényeg az, hogy március 21-től visszatér a eredeti Galaxis Uti Kalauz előadás sorozat, ami decemberben ugye nagy sikerrel végigtolta a betlehemi csillagot, a nem tudom miket, most egy csomó minden most nem jut eszembe, túl intenzív odafigyelés, hogy a 145-ös pulzus mellett valami értelmeset is mondjak. No, lényeg, ami lényeg, hogy ugye folytatódik tehát a Galaxis Uti Kalauz március 21-én, Boldog Ádám fog majd az exobolygókról előadni, és hát valamikor a Spacebontó sorozat közepén vezettük be ezt a bérlet dolgot, 9 jegyes bérlettel megváltható a teljes Galaxis Uti Kalauz tavaszi évad, ha úgy tetszik. Ugye azért 9 rész, mert hogy pünkösd vasárnapra, senki nem volt olyan őrült, hogy bevállaljon egy hosszú hétvégén egy előadást. Na tehát összességében a lényeg, hogy fizikai látogatásokra továbbra sem lesz nagyon még lehetőség, hogy a koronavírus járvány harmadik hulláma nagyon durvul. Én nagyon-nagyon fogok örülni, hogyha
még a nyári napforduló előtt újra meg fogjuk tudni nyitni a kapuinkat, úgyhogy mindenképpen, amennyire lehet, megpróbáljuk kihasználni az online térben a hozzánk látogatás lehetőségét. További megjegyzés, ugye a kozmológiai vasárnap esti előadás mellé, hogy jövő héten pedig újra indul az élő csillagászat ezzel az izzadt pacákkal, Kis Lászlóval. Ugye szerda esténként marad 8-as kezdéssel az élő csillagászat. By the way, megjegyzem, hogy a Galaxis Uti Kalauz az vasárnap március 21-től, tehát a jövő heti, nem a Spaceborntól záró, a következő Galaxis Uti Kalauz az majd este 7-kor fog kezdődni, tehát az egy órával előrébb hozzuk a kezdést vasárnap esténként. Most, március 14-én, ünnepi készülődés közepette, még este 8-kor fog kezdődni. Az a klasszikus előadás, amire abszolút illik az a mondás, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani se tudja, hát nem akarom megbántani a tornatanárokat, hogy a klasszikus ízben ők szerepelnek. Hát majd meglátjuk. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy kozmológiáról, Hubble törvényről, mi a francul, általános relativitás elmélet, Einsteini téregyenleteiről is bizony szó lesz, remélhetőleg érthető formába, igyekszem mindennek tenni, hogy érthető formába legyen a mikrohullámú háttérsugárzás fluktuációi, az nagyon iszki. A mikrohullámú háttérsugárzás szögspektruma, az egy bazi jó dolog, hát egy Nobel-díj kijött belőle, tehát nagyon rossz nem lehet. Remélhetőleg az este végére, kedves nézők is érteni fogják, hogy mi a franc az a CMB fluktuáció szögfüggőjék szerinti sorfejtése és szögspektruma. Utána lesz egy Kahoot kvízünk, szokásoknak megfelelően 10 kérdéssel készülünk, ott majd lehet nyerni. Most kellett, hogy keverjem, de szerintem ott lehet majd nyerni a fizikai létbe egy belépőt, valamikor majd, amikor egyszer 2025-ig valamikor talán kinyitunk. Tehát a Kahoot kvíz 10 kérdéssel, utána pedig a sötét anyag, milyen megfigyelési bizonyítékai vannak a gravitáló, de nem világító anyagnak, tehát a sötét anyagnak, tehát milyen megfigyelési bizonyítékai vannak a sötét energiának. Na ez igazán kemény dió, mondaná a kalapács. Ha én kalapács lennék, de mivel nem vagyok az, ezért csak annyit tudok mondani, hogy vélhetőleg a nagy lelkesedéssel várt kérdések hasonló módon izzasztóak lesznek, mint most ez a mozgás, amivel még egyszer próbálom levezetni a főpróbánk feszültségét, ami összejött bennem az elmúlt 2 órában. Jól láthatóan a edzőterm izzadás is képes emberek tucatjait ide vonzani. Hát van ez így. Egyszer próbálkoztam MC elnökként egy meteor kicsomagoló videóval, és annak is meglepően nagy sikere volt. Sajnos arra nincs lehetőségem, hogy elolvassam, hogyha bárki is valami kedvelő vagy anyázó kommentet kirakott volna. A lényeg az az, hogy elhangozzék egy figyelemfölkeltés. Vasárnap este a Spacebontó 10-ből 10. része lezárja a nagy kozmikus utazást, aminél elindultunk a Földtől, Föld holdrendszertől, naprendszertől, és a csillagokon, csillagkeletkezésen, csillaghalmazokon, tejútrendszereken, galaxisokon, galaxis halmazokon át eljutunk most vasárnap az ősrobbanásig és úgymond az emberi megértés pereméig. Mindenkit szeretettel várunk. Szokásos módon egyébként készülni fog egy ilyen kis 1 perc, 40 másodperces vágott anyag a főpróba videófelvételéből, ahol további részleteket majd fölvillantunk abból, hogy hogyan készülünk a vasárnap esti műsorra. Nem tudom, hogy mióta dumálok, de 5-6 percig szokott tartani egy ilyen bejelentkezés. Én föltétlenül, ellátom 11 perce izzadok, és
Hát azt hiszem, hogy most már 5-6 perc megvolt. Én csak is köszönöm szépen a figyelmet, amit ma kaptunk, és minden kedves érdeklődőt, potenciális, virtuális látogatót várunk a Svábhegyi Csillagvizsgáló Spacebontó sorozatának záróeladásán vasárnap este 8-kor. Köszönöm szépen, az izzadság már a szemembe ment, meg kell terelni a pofámat, bármilyen nagy kerek is, úgyhogy mindenkinek vírusmentes, egészségben eltöltött napokat, heteket kívánunk, és aki csak lehet, térjen vissza hozzánk vasárnap este. További szép napot, sziasztok! És akkor ezt most megpróbálom kikapcsolni. Egyébként itt vagyok. Ez itt egy ilyen intézeti kis edzőterem. Per pillanat senki nem használ. Sziasztok!